Mintegy évtizede mindig, azután most is az élmezőnyben végzett az olimpiai sportágakat összesítő magyar házi versenyben. Az újpesti klub a Honvéd és a Fradi mögött lett harmadik. Ez a Sportszervezetek Országos Szövetségének az éves listája. A szövetség minden évben adott olimpiai versenyszámokban elért világversenyeken szerzett pontok alapján megállapítja, hogy melyek a legeredményesebb magyar klubok. Na most ebben az összevetésben már 10 éve minden évben dobogós az UTE. 2021-ben harmadik helyezést szereztünk. A Honvéd és az FTC mögött lett harmadik az UTE. Hát ez nagyban köszönhető egyébként például Tótka Sándor Európa-bajnoki, illetve olimpiai eredményeinek, Luczannának és Luzdórának, vagy éppen Péni Istvánnak, Kapás Boglárkának. A munka persze nem áll meg, még akkor sem, ha nyári olimpiát 2022-ben nem rendeznek. Az UTE célja világos. Nem csak országosan, de világszinten is tovább vinni az egyesület hírét, és ehhez minden feltétel adott is. Olyan olimpiai sportágakról beszélünk, amelyekben 2022-ben is rendeznek majd Európa-bajnokságot, világbajnokságot, és szerintem joggal várjuk azt, hogy ismét hozni fogják a jó eredményt ezek a versenyzők, hiszen hát ehhez azért minden körülmény adott, a kormány nagyobb fokú és az önkormányzat kisebb fokú támogatásának köszönhetően a létesítmények olyanok, amelyekben méltó módon lehet felkészülni, azt hiszem a legnagyobb megmérettetésekre is, és hát ráadásul azt is fontos megemlíteni, hogy ugye egyre nagyobb verseny nemzetközi szinten, tehát sokkal nehezebb ma úszásban, kajakkenuban, vagy akár sportlövészetben jó eredményt elérni, mint 10-20-30-40 évvel ezelőtt, és ennek ellenére azt tudom mondani, hogy a magyar versenyzők, és ezen belül az UTE versenyzői továbbra is állják a sarat, és ott vannak a világ élvonalában a világ legjobbjai között. A sportolók pedig már újra munkába álltak a tokiói olimpiát követő kisebb vagy nagyobb pihenő után. Kapás Bogira idén EB és VB vár, de Péni István is szeretne az élmezőnyben maradni az idei évben.